Ez a bizonyos siker mutatom, ahogy szokták Pesten mutatni. A siker mennyire fontos Magyarországon. Rólam soha senki nem feltételezi azt, hogy én sírtam egy-egy pöröméjel előtt, mert azt mondtam, hogy ez a teher, ez annyira nehéz, hogy hogy fogom tudni megoldani, és aztán rájöttem, hogy csak úgy fogod megoldani, hogyha legalább 20%-kal jobb vagy, mint a legjobb. És, és erre törekedtem. Soha senki nem kérte számon azt, hogy mennyi olyan álmatlan éjszakája van valakinek, mielőtt az egész beáll a helyére. Vagy hogy mennyi, mennyi olyan kétség van benned, hogy talán te vagy az utolsó. Te most már lassan ismersz engem, és mondtad is nekem, hogy, hogy te azért tele vagy néha ilyen sötét felhős gondolatokkal. Igen, tele vagyok, mert azt szoktam meg, hogy nekem mindenben sokkal többet kell letenni az asztalra, és mégis itthon pedig azt mondták, hogy hát kiment, aztán ki tudja, mi pornófilmes volt, hogy mi valami milliómosod ettel, vagy mi. Senkit nem érdekelt az, hanem azt, az, az a fajta siker érdekelte őket, hogy amikor hét évet vártak a vadbugjukra, akkor én megjelentem egy hosszú, földigérő, fehér kanadai farkasbundába, és kiszálltam egy 745-ös BMW-ből. Ez az egyetlen, ami az embereknek úgy van bent, mint az aranybulla, érted? Tehát ez, ezt kell tudni. És semmi más, se a fájdalom, se az, hogy hogy milyen kétségeid voltak, hogy mennyit, mennyivel többet kellett hogy tudtál úgy megtanulni, steppelni egy kétszeres oszkárdíjas embertől, hogy úgy nézzen ki a színpadon arra a, a, 60 percre, hogy te azt tudod. Senki meg nem kérdezte, hogy ez hogy tud... úgy születtél, hogy steppel... Persze, olyan cipőm volt, kapéciós cipőm volt, mert az a legjobb márka, így születtem. Menjenek már a büdös francba. szellem és lélek. Szevasztok! Ú, jó napot, jó izgalmas témák! <laughs> Hogy állsz a spiritualitással? Szeretem. Igen? Szeretem. Nem vagyok, nem vagyok belebolondulva, nem vezeti az életemet. Elismerem, tisztelem, szeretem, és néhány apróságát használom is. Meg az asztrológia is egyébként érdekel, és van azért egy alapfoknál azért jóval magasabb tudásod. Azt nem tudom, hogy van-e, de, de valamilyen módon a saját példámon is az már nem túlságosan rövid példa, mert hosszú életem volt. Hál' Istennek eddig. Van. van. Van, van. Lesz, lesz. az lesz. Az úr ne temessük. Tehát, ez Az a tapasztalatom, hogy, hogy, hogy igaza volt annak. Volt egy, egy ilyen, ilyen teljesen boszorkányszerű lengyel származású nő Bécsben, aki egyszer megkeresett, és azt mondta, hogy pontosan tudom a születési ö, dátumát, mindent, az órát, a percet, mert valakitől megtudtam, ismerőstől, és akkor én megcsináltam ennek a horoszkópját, és mondtam, hogy ez érdekes, mert édesapám is nagyon hitt ebben, én már kevésbé, és azt mondtam, hogy jó, hát ez egy kicsit olyan túl haladott dolog, de hát na jó, nézzük. És egyszerűen odaadott a kezembe valamit, amiben szinte, amit elkezdtem olvasni, és majdnem elszégyeltem magam, hogy azt mondtam, hogy hát ennyire nem lehet messze a király basszus, hát ez honnan is, mert a, ez a, soha nem találkoztunk. És kiderült, hogy bizonyos dolgok nagyon stimmelnek rám velem kapcsolatban. Az, hogy iker vagyok, hogy a, a középső részében születtem a hónapnak, tehát hogy hogy gyakorlatilag minden, és az ikernek minden előnye és hátránya is. Az lehet, hogy megint megél egy külön műsort. Uh, gyerekkor, edukáció, oktatás, és beszélünk azért a privát életünkben elég sokat. Mit gondolsz, hogy maga, 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 a gyerekkor, de leginkább az oktatásnak, tehát a korai, késői, iskolai évek mennyire határoznak meg valakit? Maga az oktatás, mint intézmény? Szerintem nagyon meghatároznak. Hát először is ugye elsősorban meghatároznak az, amit magaddal hozol. Otthonról? Otthonról, természetesen. Nálam van egy óriási törés, mert ugye bíborban, bársonyban születtem, majd aztán a leg, Pocsolyásabb, semmibe kerültem azáltal, hogy volt ez a bizonyos rendszerváltás, már, már a régi, ugye a 45-ös, és onnantól kezdve én csak abba tudtam kapaszkodni, tudatlan, vagy éppen, éppen kezdő tudatú kisfiúként, amit a nagyapámtól, a családomtól, apám ö, ö, öröksége, nagyanyámnak az okossága, bölcsessége, ez, ezt tanultam, és volt szerencsére, volt az családnak két-három olyan idős, ilyen rezonőr ilyen mindig beszólós ismerős a, a többek között Géza bácsi, aki minden könyvemben már valami egy-két-három-öt mondattal benne van, hogy velük azt az eszenciális dolgot tudtam megbeszélni, ahogy már nyílt az értelmem, ami, ami nagyon fontos egy életben. És a legfontosabb pedig az, hogy magad is érezd azt, hogy hogy neked szükséged van arra, hogy, 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 kapj ilyen információt, tudást, és minél idősebb voltál, idősebb az vicces, mert én 20-valány éves koromban eljutottam odáig, hogy annyi mindent kaptam ajándékba, hogy az nem igazságos, hogy ezt ne adjam tovább. És az életemben mindig benne volt, de most akkor két-két, most beszélünk egyszer nagyon gyerekkorú, meg héten 29 éves vagy, engem, a, engem az oktatás része érdekel. Az oktatás az olyan volt, hogy ha valakinek szerencséje van, és nekem mindig szerencsém volt, hál' Istennek, akkor olyan intézménybe kerül, én például a Toldi gimnáziumba, ami, ami, már akkor is egy nagyon kiemelkedő több száz éves intézmény volt, ahol olyan tanárok tanítottak, akiket a, a rendszer valahogy úgy félreállított. Volt papok nagyon sok, volt olyan, aki aki a tudományból jött, de úgy, hogy elvették a fokozatait, és, és visszanyomták őt valamilyen kezdőpozícióba. Például azért hoztam ma a tárgyként a gimnáziumi sapkámat. Ezt nem hiszem el. Ez a te tehát a toldi gimnáziumi sapkámat hoztam el. Amint hogyha megnézed. Megnézhetem. hát Hát hogyne. Ott van elől elől a TG, tehát a Toldi Gimnázium, kicsit ezt, már összeviszett. Ez most. egy bocskai sapka, egy, ugye a, a, a katonasságnál használt forma volt. és 1854. Igen, akkor alapították a gimnáziumot, és amit látsz rajta, ilyen arany kis csíkok, minden évben, ahogy te elvégezted az elsőt, a másodikat, a harmadikat, vagy kezdted a negyediket, rátettek egy ilyen arany csíkot. És ezért van most négy csík rajta. De nem ez a lényege, hanem az, hogy olyan tanáraim voltak, akiktől a kezdettől fogva tartást, lel, lelket, mindenfajta olyan nemes dolgot lehetett tanulni. Az egyike volt a Magyarország később megválasztott, első szabadon választott miniszterelnöke. Tehát Antal József volt a, az első szabadon megválasztott magyar miniszterelnök. És ő volt négy éven keresztül ebben a gimnáziumban, a Toldi Gimnáziumban az én történelem tanárom, és nagyon jó kapcsolat alakult ki köztünk. És nagyon-nagyon sokat kérdeztem tőle, sokat tanultam tőle, holott csak tíz évvel volt idősebb, mint én. Az furcsa, hogy te 14 éves korba oda kerülsz, és azt mondod, hogy a mesterünk, a tanárainkkal, nem tudom kik, és akkor kiderül, hogy 24 éves fiúról beszélünk. Na mindegy. Én rengeteget kaptam, tehát én nagyon szerencsés voltam. Mert a vidéki kényszerpihenő után, ahogy a, a nagyapám mindig mondta, a kitelepítés után, mi, amikor följöttünk Budapestre, ez volt az első igazi nagy siker, hogy engem fölvettek egy ennyire régi, vágású, nagyon tradicionális, nagyon stílusos gimnáziumba, ahol én négy évet nagyon boldogan lubickoltam és rengeteget tanultam. És ott már megkapta az ember azokat az alapokat, hogy a későbbi életed során ne passzívan éld az életed, hanem, hanem gondolj a lelkedre folyamatosan, ö, olyan, mint, mint, mint mondjuk egy, egy a szabad köművességnek van például egy olyan alapelve, hogy nem a megmunkált kő a, 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 a végcél, hanem az út a megmunkálással a kőig. Ugyanúgy, ahogy szokták mondani, hogy a, az, út, a, maga az cél. út maga a cél. Igen, pontosan, ugye a pontosan, is. Pontosan, ez, ez szerintem minden, minden minden folyamatra igaz, hogy az út maga Igen, a cél. Igen, de ezt meg kell tanult egészen korán. Tehát én arra vagyok büszke, hogy engem tizenvalány éves koromban erre megtanítottak, és én ezt vittem az életembe, és viszem most is, és hogy nekem az, hogy én továbbadjam azt a rengeteg jót és szépet és tudást, az mindig egy ilyen kötelező musz volt, egy muszáj. És ezt csináltam már Bécsben, a, 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 Ottani Színházban, még, még játszás közben, tehát én még fiatal sztárként ott már tanítottam azokat, akik jöttek abba az iskolába, a színháznak az iskolájába, aztán később Kaposváron tanítottam egy évet az egyetemen, a színművészeti egyetemen, Musical. egyetem volt, még nem, az főiskola volt, vagy az már egyetem, a Kaposvár? Kaposvár mindig egyetem az mindig volt, mindig legalábbis volt. Úgy tudom. Aha. És ott is tanítottam, és tehát, hogy ez bennem van, és amit mi most csinálunk, ez olyan elképesztő örömmel tölt el engem, hogy a sok viccelődés, könnyű téma mellé, be tudunk egy ilyet tenni, hogy a lélek fontossága az életben. Na, de ez nagyon-nagyon-nagyon ez de fontos. Nagyon, nagyon érdekes szerintem az, hogy látod, hogy téged egy téged egy, egy, egy miniszterelnök tanított. Ma ez elképzelhetetlen sem kvalitásban, sem formátumban, hogy hasonló dolgok megtörténjenek. Tehát emlékszem, emlékszem olyan történet, amikor azt mondják, hogy akit még a MADL tanított, tehát hogy amikor köztársasági elnök komoly, tehát komoly kvalitású emberek tanítottak, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy most ez nem így van. Nem tudom, nem tudom most innen ezt megítélni. É, eh, sem tudom. És nem is lenne, nem is lenne. De az nagyon-nagyon-nagyon érdekes, hogy például a, a az én, az én gimnázium évem alatt nekem ugye a sport játszotta a főszerepet. És például én bánom azt, és ez egy nagy, ez egy nagy hiányom, és egy nagy, nagy űr az életemben, amit próbálok, igyekszem nagyon tudatosan visszatölteni, hogy sokkal jobban kellett volna bizonyos órákon így utólag figyeljek. Sokkal jobban kellett volna ott legyek. Nyilván nagyon nehéz, amikor hulla fáradtan hazaérkezel edzésről, fáradt vagy, nehezen tudsz már másnap koncentrálni. Tehát ez a sportolói, sportolunk, tanulunk, valakinek ez tök jól megy a kettő együtt egy bizonyos szintig, van akinek kevésbé, de engem akkor elvitt rengeteg hív, és ma például sok mindent ilyen téren érzem a Érzem a, érzem a, hiányát, de tudatosan próbálom pótolni olvasással, az életre való nyitottsággal. De például nekem nem volt egyetlen egy olyan tanárom se, aki, 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 engem meg, aki engem inspirált volna a gondolatával, a megjelenésével, az életvidámságával, pedig egy nagyon jó gimnáziumba jártam, az I.S. Gyula gimnáziumba, ahonnan a Harvardra felvételit nyert most ez a nagyon fiatal srác, aki atlétikában fantasztikus sikerei vannak. Tehát nagyon jó példa, hogy hogy tudsz jó tanuló, igen. jó sportoló lenni, és ugyanaz a testnevelő tanár az Egri Gyula, aki az én testnevelő tanárom volt. Na, na például ő nekem egy inspiráló személy volt. Tehát egy, milyen érdekes. A sportolói létemnek egy testnevelő tanár volt a, az, a, az a személy, aki, aki, aki tényleg mutatott egy, ilyen, mutatott egy ilyen utat. De hol van az a pont szerinted, amikor a hozott alapanyagot el lehet rontani, vagy nem lehet elrontani? Mert ezt szerintem otthon kiderül. És lehet. Aha. És ez nagyon gyakran megtörténik, sajnos. Tehát, hogyha nincs a tanárban egy olyan fajta lendület, vagy egy olyan egy, egy muszáj vágy, érzés. De nem egy vágy, hogy segíteni akarok? Igen, mondjuk, hogy vágy. Hanem azt mondja, hogy le tudom az órát, elmondtam azt, amit tudni kell, aztán megyek haza, és végzem a saját dolgaimat otthon. Ez kevés. Ez, ebben, ebben, tehát ez olyan, mint a színészetben is, hogyha valaki nem hivatás tudatból csinálja az egészet, hanem csak azért, mert szeretne meghajolni néha, meg, hogy tetszik, hogy néha utána fordulnak az utcán, az hagyja abba rögtön, amikor elkezdte. Na jó, csak akkor visszakérdezek erre, maximálisan igazad van, és nem a tanárok ellen mondom, hanem talán a tanárok mellett, hogy én azt tapasztaltam sok esetben, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy egy nagy, hat osz, első hatosztályos gimnázium volt a, akkor az országban, és emlékszem arra, és most nem akarom bántani, azért nem fogom a nevét mondani a matek tanáromra. Emlékszem, sose felejtem el, már válogatott labdarúgó voltam, szerintem akkor több pénzt kerestem már, mint ő egy egész év alatt, és, és ezt érezte ezt a fajta bántottságot, amiről én nem tehettem. És emlékszem annyit tudott mondani, Ádám, 70 éves leszel, egy fogad marad, és annyit tudsz majd mondani, hogy hajrá Fradi. <laughs> és akkor engem, csak, én, én azon akkor már kurva jót rögtem, és nem akarom azt hogy jó, mert ez egy abuzáció. Ugye? Tehát a mai világban ez egy abuzációnak mondanánk. Nyilván én ezt nem vettem magamra, és nem nyomorodtam meg ebbe a lelkiekben, de hogy azt gondolom, hogy a tanároknak a jelentősége nagyon-nagyon-nagyon fontos. És sokkal nagyobb ö, ö, az, a, az, a, az, a, az a tanító eszme, mint amit lehet, hogy gondolnak magukról. Erről mit gondolsz? Hát... Ez, ebben sem vagyunk egyformák, hál' Istennek azt kell mondjam, nem mi ketten, hanem a nép. Ö, arról szól, hogy, hogy az iskolát a legtöbben egy ilyen szükséges, rossznak tartják, járnom kell, mert különben a otthon balhéva van, mert különben is el kell végezzek, mert szeretnék tovább tanulni, vagy vagy éppen elmenni valamire, de hát ahhoz kell legalább egy érettségi. Nem akarom mondani, hogy vannak énekesnők, akiknek nincs érettségük, és mégis sikeresek, nem ezen múlik. Nem ezen múlik, azt Abszolút, akartam nem. mondani. De a lényege inkább az, az a belső motor, az a drive, hogy szép magyar szóval mondjam, éljünk, hogy, hogy igazából neked kell folyamatosan azon törnöd agyad, hogy hogy leszel jobb. Tehát a, a cserkész mozgalomban háború előtt volt egy olyan kötelező ö, ténykedés naponta, hogy, és ez nem csak az, hogy. Te voltál cserkész? Hát nem, mert 42-ben születtem, tehát nem tudtam lenni. Mikor mert, indult a cserkész mozgalom? Hát a cserkész mozgalom a 20-as évek, nem tudom, pontosan körül in, indult, és természetesen nem Magyarországról, hanem ez begyűrözött Németországból, ahol ma, mai napig is, és Ausztriában is nagyon komoly. De azt, azt akartam mondani, hogy én voltam cserkész. Á, értem. Tehát én voltam. De már cser... megint abban az időben Abszolút... voltál, amikor volt, megint cserkész Igen, képzeld el, én voltam cserkész, és nekem fantasztikus élmény volt. Na, akkor azt mondd meg nekem, hogy nektek, mint ö, utócserkészeknek. Ö, Tehát -e én olyan... már nem voltam, igen. de cserkész még voltam, vagy már igen. Na, hát majd egyszer vedd fel a a trikot, jó? Kérlek. <laughs> Na mindegy. Annyit mondj meg nekem hogy nektek is volt egy olyan gondolat, mert ez ez, ez a vezetőtől függ. Hogy tegyél minden nap valami jót egy dolgot. Abszolút, Jó. És és én úgy úgy kerültem egyébként a cserkészekhez, hogy én miután én voltam első áldozó, minisztráns, tehát nekem nekem és az cserkészet ez így egybefordult. Tehát én az a, 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 nekem a gyerekkoromban arra emlékszem, hogy Elmentem elmentem iskolába, elmentem edzeni, edzésre jöttem haza, mentem minisztrálni, utána hazaestem, ettem, elájultam, és kezdődött minden. És az a típus volt, amikor a templom udvarban két diófa között az volt a kapu, tehát hogy annyira, annyira egy összetartó közösség volt, Igen, mindegy, hogy minisztráltunk, dolog. és például ez <coughs> egy érdekes dolog volt, hogy bármennyire vagányak meg rosszak voltunk, <coughs> az atya, amikor mi bementünk, akkor olyan rendet vágott de nem is kellett rendet vágni, mert volt egy borzasztó nagy tisztelet. Tehát amikor bementünk a sekrestjébe az esti e, mise előtt, akkor mindenki megérkezett a nagy vagány hangos, ott meg mindenki elnémult. És emlékszem most, hogy erről beszélünk, ezt még soha nem mondtam el senkinek, hogy a minisztránsoknál volt egy hierarchia. Ugye ki van a legközelebb a papnál, csenget, a kejhet, baloldal. Boros Na, nagyon, nagyon fontos volt és olyan presztízs volt, és képzeld el, versenyeztünk, hogy ki tud többet menni, minisztrálni egy héten, ki lehet a vasárnapi misén, akkor közvetlenül ugye az atya mellett, milyen, milyen hierarchikus rendszerek voltak, és tudod, mit éreztem ebből az egészből? Hogy a cserkészeknél is szeretetet kaptam, útmutatást, akármilyen értetlen az embereknek a futball pályán is, és a öltözőben is, és maga, maga, maga a a templomban. Mm. Tehát ez volt az a, a, cserkészet, a templom és a futball, ez egy olyan hármas volt, amiben sokkal többet kaptam külön-külön is, mint az oktatásban. Nem. Tehát nekem az oktatásból, bocsánat, semmit nem adott nekem. Igen. Tehát érdekes, mert, mert nekem ugye kimaradt, érthető módon kimaradt az a rész, amikor a cserkészet volt, helyette kaptam a világ legizgalmasabb papját Leány ahova... Na számű... látod, neked is egy atya. Abszolút, ugye? sőt. Milyen érdekes, mert hogy irodalmi összefüggése is van, Puszta Sándor, ahogy hívták ezt a fantasztikus papot, az egyetlen és a legismertebb pap költő. Tehát ő azért, amikor nekünk elmondta azt, hogy hogy kell élni, és mire kell, miben kell hinni, akkor utána azért felolvasott egy csomó versét. És ez, 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 ez valami, valamilyen módon egy fiúban abszolút meghatározza talán azt, amit akkor még nem is igazán realizál, hogy az írótalom mennyire fontos. Igen, de látod, az irodalomtól a másik kedvencem az irodalom tanárom volt, neki se szeretném mondani a nevét. Minden, tehát minden kedvet elvett az olvasást. És hogy van az, hogy fiatalon valaki meggyűlölteti veled az olvasást, az irodalmat egyáltalán, felnőtt koromban pedig falom a könyveket. Milyen Igen, érdekes, de, ez, de ez, ez is egy érdekes dolog, mert ez abszolút szerencse kérdés, nem? Neked lehetett volna valaki olyan, lehetett. aki azt mondja, hogy minden második nap olvashatok. el. Abs. Egy könyvet be kell róla számolni, megvitatjuk, hogy írtad volna te meg, stb. stb. Igen. Ez egy pecs, nem? Igen, de most, és, és, itt, tehát az a típus, hogy senki mögé nem akarok bebújni, hogy most ez miatta vagy, de ettől függetlenül van, vannak, vannak bizonyos tények. Tehát nekem az maradt meg, hogy a tanári karban mindenkinek büdös szája van, áp, lelakott emberek, és bocsánat, hogy kellően, tehát nem bántani akarom őket, nekem ez maradt meg. De Ádám, azért kell most ellent mondjak, mert az a négy év. Igen. Az négy év. Hat, te most most 6 osztályos gimnázium. Hát, oké, okay, igen, okay, igen, de oké, igen. Most 40 éves vagy, igen. az nagyon-nagyon régen volt, és abba kapaszkodni, ha te akarnál abba kapaszkodni, lehetne, de én ismerlek téged, és tudom, hogy te sokkal előbbre tartasz, mint azok a 40 évesek, amiket, akiket, amiket ez jó elszólás, mert tényleg nem tartok embernek néhányat belőlük, akikkel egyidős vagy, és te fényévnyi különbségre vagy, kulturálisan tőlük. De akkor ez a kérdésem, hogy hol van az oktatási rendszernek az a, az a felelőssége, de nem akarok ennyire mélyen ebbe már belemenni, ami, ami, ami a következő generációnak a, a, a jövőjét mutatja. Csak meg tudja tenni, tehát le bizonyos sineket fektetni, amint te, mint mozdony, vagy működsz, vagy nem működsz. És nekem az hiányzik a mai világban, és ez nem Magyarországon, hanem egész világban sajnos egy, egy jelenség hogy nem keresik a fiatalok olyan éhesen, olyan, olyan kíváncsian azokat a nagyöregeket, akiket én is megtaláltam, a Géza bácsikat, De vannak? A, hát hogyne, mindig mindenütt vannak, meg kéne őket találni. Aki nem keres, az tényleg nem talál. Én például kereshettem volna Géza bácsikat, és én keresni akartam, és én nem találtam de még egyszer mondom, nem akarok, ne, tehát nem akarok ebbe, ez, 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 a 500 diákból én most mondok, amit egy vagyok, tehát nem, ez, 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 nem egy, ez, nem egy, igazság most, amit mondok, ez az én megélésem. Igen, a cserkészeknél volt gézabácsi Géza bácsi, a templomban volt Géza atya, a futballöltözőben volt olyan edzőm, Érted, mit akarok mondani? Tehát igen, de a, volt pedig meg. az van, hogy eszenciálisan gondolkodva az életről, te vagy az egyetlen személy, aki az egész életedet elkíséri. Tehát én azt mondanám, és ez nem csak neked szól, hanem főleg azoknak, akik, akikkel, hogyha néha találkozom, rájuk csodálkozom, és azt mondom, hogy hogy lehet valaki ennyire tuskó a lelkében, vagy hogy egyáltalán nincs is lelke, az az, hogy te ott hagyod a gimnáziumi éveket, és te magadra vagy hagyva, plusz a családodra, mint háttér. Te vagy a megoldás. Neked kell mindent megtanni azért, hogy többet tudj, hogy sokkal kíváncsibb legyél a világra, és főleg, hogy megértsd azt, amit hallasz és látsz. Különben koncepciókkal megy az ember, ez biztos nem jó, meg azt aludtam, nincs ilyen. Nyitottnak kell mindenre lenni, le kell szűrni a dolgokból az eszenciát, és azzal, azzal kell tovább lépni. És ez nagyon fontos. Igen, de akkor, amikor azt mondjuk, hogy tessék, le kell szűrni az eszenciát, én például a nyelvekkel kapcsolatban az az egy dolog, amit úgy tényleg úgy mélyen, mélyen, mélyen bánok, és ö, ö, hogy ott nem voltam sokkal nem figyeltem az órákon, nem. Tehát, hogy ott, ott, ott és megint nem de akar... már nem tanultatok oroszt, ugye? Nem, nem, de vagy, hát nem, ez, nem, ezért mondom, tehát nem, nem, ott felszabadult egy lehetőség. Egyértelmű. Tehát egyértelmű. Ugye én egy két tannyelvű gimnáziumba, ö, ö, vagy általános iskolába jártam, ott ugye németet tanultam, és utána angolt. És pont azokban a, azokban az életemnek, azokban a részében egyáltalán, a németet egy másod, minden percét gyűlöltem, pedig egy sváb családból származom, tehát gondoltad, hogy mekkora ellentmondás. Ilyen térső fekete bárány vagyok. Az angolnál, az angolnál pedig nem is tudom neked, és ezt például így bánom. És most például a felnőtt fejjel kell az embernek megugrani azokat a dolgokat, amit akkor nagyobb koncentrációval, fókuszáltsággal sokkal jobban meg tudott volna tanulni, időben el tudja sajátítani ezeket a, a, a dolgokat. És emlékszem, amikor beszéltünk egy pár hónappal ezelőtt nálatok vasárnap otthon, és így jöttél egy kockás lappal, sose felejtem el, és így mondtad egy A4-es nagy lap, és mondtad, hogy Ádám, ö, beszéletünk őszintén, ugye? Mondom, Béla, megtisztelsz. <laughs> és mondtad, hogy megnézted a videóimat, és hogy te felírtad, hogy melyik videómban mit mondok rosszul, és emlékszem, ilyen nagyon, ilyen mérhetetlen intelligenciával kezelted a helyzetet, azt mondtad, hogy drága barátom, én pontosan tudom, hogy te tudod, hogy az mit jelent, de ettől függetlenül nem mondod jól. És egyébként, aki engem ismer, tudja, hogy a, akit én nagyra tartok, sokra tartok, én, a, én, a, én szeretem a kritikai észrevételt, és az a típusok, aki nem megsértődik, hanem tanul belőle. Én pontosan ilyen vagyok, és én, sőt, igényeljük. És igényeljük, hát, és talán, talán ezért nem kell szűrőt, filtert a, a kommunikációnkba Víza. egymással szemben. És nagyon boldog voltam, amikor mondtál szavakat, és mondtad, hogy Ádám, ezeket nem engedheted meg magadnak, hogy rosszul mond. És most itt akkor megígérem ebbe a kamerában, hogy ö, lesz egy olyan műsor, lesz egy olyan adás, ahol Bihari Ádámot kiavítjuk, Bihari Ádám, amiket rosszul mondott, helytelenül használt, és lehet, hogy tudunk másoknak is segíteni, én se vagyok hibátlan, én se vagyok tévedhetetlen. Pontosan ehhez bocsánat, hozzá kell tegyem, hogy én sem. Tehát, hogy nehogy azt higgyék, hogy itt most Attila Isten ostora <laughs> jön, és óriásiakat csuhan az ostorkájával Ádámra. De nem, ez egy fontos, fontos dolog, hmm. és tényleg nagyon örülök, mert, mert ez is a stílus része, és pláne a külföldi szavak, külföldi szakszavak, erről szerintem érdemes beszélni, márkákról, gasztronómia. A, a, leg, a legszörnyűbb az számomra, ugye, aki aki 50 éve egy másik világrendben is élek. Tehát gyakorlatilag azt nem tudom megszokni, hogy bizonyos szavakat magy, magyarítanak, hogy legrondábban mondjam. És lesz belőle ilyen, el, most elne, lesz el, belőle ilyen <síns> kitalációs szó, amiben van valami igazság, már úgy értem, hogy azt az igazságot ő úgyse tudja, mert a háttér igazság, amit ő elképzel, az egy abszolút fasság, már bocsánat. Ha. Na, szóval ezek azokat, ezek. Ez. <síns> Jó, a lényeg, a lényeg a szumája az egésznek, hogy meg fogjuk ezt a videót csinálni, Pontosan. erre szerintem szükség van ezzel is azt szeretném mutatni, hogy ha mi arról beszélünk, hogy edukáció, akkor igenis a, a, az ember a hibáját merje felvállalni. Pontosan. Szerintem is. az egy, az, egy, az egy fontos dolog. És képzeld el, hogy én arra is szeretnélek majd megkérni, hogy amikben én hibáztam, tehát legyen abból egy ilyen egy jó összeállítás, meg úgy nagy általánosságban, Fégy, az italoknak a nevei, divatmárkák, autómárkák, tehát szeretünk olyan márkák... Parfümök. Igen, csinál, abszolút, érzául. abszolút a parfümök. Most azt mondtam, hogy Zumbáj Spill, érted le, hogy, hogy ilyen <laughs> Már furcsa, hogy az, azért 50 év az dolgozik. Igen, tehát hogy ezek, ezek 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 szerintem fontos dolgok, kell erről beszélni, úgyhogy megígérem, hogy jön egy ilyen rész, vagy megígérjük, hogy jön egy ilyen rész. De ami engem még... A nyelvtanulással kapcsolatban érdekelne, hogy ugye te több nyelven beszélsz. Sok nyelven beszélsz. Jól Ez, beszélsz. Igen, de... Ez szerinted adottság, érdeklődési kör? Tehát van ebbe is egy tehetség, ami neked megadatott, vagy ezért te sokat tettél is? Két rövid válaszom a dologra. Az egyik az, hogy van egy olyan fajta szülői háttér tagadhatatlanul nálunk, ahol, ahol a szülők egy része nem tudom, egy francia intézetbe járt Bécsbe, vagy pedig édesapám Párizsban végzett, és, és, Angliában végzett, két diplomája volt, és így tovább. Tehát ez mondjuk adottság. És anyám azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy ti ott orosz tanultok, stb. Abban is rengeteg francia szó van. Ezt nagyon értettem, de aztán megértettem, hogy tényleg. És a, az egyik az, hogy azt mondta, hogy a franciául beszélni kell tudni. Ez a 30-as éveknek, a 40-es éveknek a kötelező nyelve volt, a diplomácia nyelve, és mindennek a az egymással való beszélgetés külföldiek franciául. Például az orosz udvarban, tehát a cári udvarban franciául beszéltek. Nos, ez az egyik. Itt hozol magaddal valamit, amiben, hogyha van elég érdeklődés benned, akkor bizony megkapod azokat a löketeket, hogy azt mondja, jó, hát az orosz, tehát jó, oké, tanulj meg Cirilül írni, mert az jó pofa, és akkor egymásnak úgy írtuk le, hogy menj a büdös francba, hogy cirill, tehát Cyril betűvel és akkor ott olvasták az emberek, hogy ez micsoda, senki nem tudta, és nem értett. rögtük rajta. Ennyi volt az egésznek az értelme. De a másik oldalon pedig az volt, hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi lesz, hogyha ez így megmarad, és nincs változás, mint hogy, hogy tudjuk, hogy eljött a 89-es változás, akkor viszont meg valamilyen módon csak úgy tudsz kitörni belőle, ha más nyelveket is hozzá tanulsz. Tehát anyámnak volt a francia, édesapámnak volt a német, stb. És emellé jöttek olyan dolgok, hogy azt mondtad, hogy Merre lehet kitörni? Hát nem tudom, nem Ausztráliába vagy Kanadába gondolkodtál, hanem azt mondtad, Ausztriát, anyám úgyis elköltözött, férhez ment megint, és, és elköltözött Ausztriába, és azt mondtam, hogy németül mindenféleképpen kell tudni, hiszen német óvodába jártam akkor még a úgynevezett békeidőben. És akkor találtam, akkor szerencsém volt, volt egy német ajkú opera énekesnő, ő volt az én ének tanárom itt a, a főiskola alatt is, és aztán utána a Vixinházi korban is. Azt például azt nagyon komolyan vettem, ott megtanultam, és aztán később kint rájöttem arra, hogy hát angol akármilyen alapfokon beszélem, hát anélkül nincs élet. Ma már angol nélkül azért nincs élet, mert otthon ülsz, ki se a lábadat a billentyűzéstől, és oda van írva, hogy delete, és azt se tudod, hogy micsoda, de a delete az muszáj megtanult, mert hogyha valamit le akarsz, le akarsz nyomni róla, akkor meg kell nyomt, hogy delete. Tehát a repülésnek, a diplomáciának, a, az IT-nek, mindennek az angol lett a... Tehát abban a pillanatban már elmondtam, hogy németül kell beszélni, mert itt vannak a szomszédban, oda jár ki mindenki dolgozni, és ugye, meg Németországba. Franciául kell, hát valami kis francia, az, az, az még érdekes módon franciául beszéltem a legjobban, és azt beszélem majd a legrosszabbul. Majd erről ennek, külön fogunk ennek beszélni. Ennek az okó... Okol... Hát azért, mert, mert, nem mert nincs, nincs, annyi az emberek. Az angol az hozzájött azért, mert az abszolút alapnyelv olyan módon, hogy én a munkáimnak egy időben például megjelent az angol igény a munkáimban, és akkor Írországtól Angliáig mindenütt angol dolgokat, vagy, vagy Franciaországban csináltam egy sorozatot, ami egy nemzetközi sorozatot, természetesen angolul. Vagy csináltam a Marlene Dietrich, David Bowie filmet, ott is természetesen angolul kellett forgatni. Tehát az kell. Az angol egy kötelező, azt meg kell tanulni mindenkinek, de ebből a szempontból jól áll a magyar fiatalság, mert mert angolul tényleg látom, hallom, hogy egyhogy eligazodnak, és meg tudják mondani, hogy mit szeretnének. Ez a két nyelv, ami ami mondjuk alapnyelv. Én nekem a, a német, ugye, a munkanyelvem, és arra vagyok büszke, hogy németeket is játszom. Tehát, hogy, hogy nem hallják azt. Nem hogy hallják az, az Magyar hm. vagyok. És ez nagyon fontos, de tovább menve, az, hogy, hogy te magadat képezd, annak a nyelv csak egy része de a képzéssel kerülsz ki a tömegből. És ezt kéne mindenkinek megtanulni, elsajátítani és hinni benne, hogyha magadban hiszel, és magadat képzed bármilyen területen, legyen az, az, amit éppen csinálsz, vagy azt mondod, hogy váltani szeretnék, akkor effektíve alázattal, és ez az alapszó az életemben, akkor is, hogyha ezt nem hiszi el senki, az alázat a fontos, mert az alázattal jutsz a megértéshez. Hogy hiszen, ha nem vagy alázatos, azt mondja, de, hogy ez hülyeség, és ez nem is így van biztos. Ne? Nyil, legyél nyitott. Legyél nyitott mindenre. De a, a, beszélünk arról, hogy képzés. Én azt gondolom, hogy ö, sok példát látunk, hogy valaki sok diplomával egy büdös bunkó, és látunk olyat valaki, hogy nyolc általánossal valaki érzelmi intelligenciában, vállalkozás szinten elképesztő kvalitás. Azt gondolom, ettől függetlenül, hogy a szumma értéke az az, hogy az oktatásnak az ereje az megkérdőjelezhetetlen, azt gondolom, ez nem is kérdés, de össze lehet keverni, tehát a mai világban ugye mi, mi az, ami jobban felértékelődik? IQ, EQ, egyszer, és a képzésnek is van szerintem egy nagyon nagy fokú ereje, hogy bármivel foglalkozik az ember, szerintem teljesen mindegy hogy a szakmádban a legjobb legyél, vagy a legjobb akarjál lenni, azt valóban egy folytonos képzéssel éredetek, Nincs végállomása. Azt a szenvedély tudja vinni, Igen, az ez, alázat ez, tudja ez elvihet téged egy szakbarbár irányba is, hogy fantasztikus vagy a szakmában, bármi. Csak közben pedig bunkó vagy, bunkisszimó. Na, az... kérd... na de ezért de pontosan ezért kérdezem. E, itt, itt van megint az alázat és a nyitottság. A kíváncsiság egy nagyon fontos dolog. Tehát az, hogy légy olyanra kíváncsi, amiben... Ha egyedül vagy, és otthon üldögelsz, és azt mondod, na ez, ez, egész biztos, hogy soha nem fog nekem menni. És akkor bennem az ikerben egyszerűen megkérdezi a másik, hogy miért is? Miért is nem? Hál' Istennek ez nagyon ritkán van. És azt mondom, hogy gondolod? És akkor válaszolok magam, hogy kicsit már ilyen, tudod? Hát igen, hát hogyha majd elmélyülsz az egészben, és megpróbálod megérteni, akkor azt a fajta felsőbbrendű rendű hülyeséget, amit most mondasz, el fogod felejteni, mert meg fogod tanulni, hogy minden megtanulható a tanulásban is, a tanulás a leglényegesebb, és abban a pillanatban, ha alázatosan követed, ez volt nálam a nyelvtanulásban, ez volt nálam a, egy, egy világnak a megismerésében. Azért gondolj bele, hogy hány olyan éjszakám lehetett és volt, ahol azon gondolkoztam, hogy egy amerikai világsztár rendező Fog engem most egy nagyon-nagyon híres darabban, címszerepben rendezni, egy osztrák színpadon, németül, azt a magyart, aki azelőtt soha még nyugaton nem állt színpadon, és én úgy kell csináljak, mintha minden természetes lenne. Úgy természetes, hogy én mélyen eldugom a piros útlevelemet, amiben van egyszeri kilépési lehetőség, és úgy csinálok, hogy én itt vagyok. A sztára fiatal, ja, jó, és hát mondjátok angolul természetesen nekem azt, hogy, hogy mit kell majd csinálni, melyik oldalon jövök be, hol megyek ki. Németül mondom a, a többieknek. Mindez olyan elképesztő teher, hogyha ezt igazán átérzed, és én nagyon, nagyon érzelmes embernek és mély embernek tartom magam, akkor ebben vagy az van, hogy meg, me, effektíve megszűnsz létezni, vagy főnix madárként a semmiből Megpróbálsz mindenkit túlszárnyalni. És nekem az volt, a, volt ez a. Ez a német tanárnőm mondott valami nagyon érdekeset. Volt egy Moisi nevű albán ember, aki színész akart mindig lenni, de ő Németországban akart színész lenni. Albán nyelv, német nyelv, semmi. És ő azt mondta, hogy akkor viszont meg úgy kell megtanuljam a dolgot, hogy jelenleg a legjobb. És ő lett a leghíresebb. Most én őt például említem. Ő a leghíresebb német színészek egyike lett albánként. Ugyanúgy, mint én, hogy oda ment, oda csapódott. És erre vagyok büszke, hogy én ebben a Moisi ügyben, Moisi irányban hiszek, hogy tudsz a legjobb lenni, tudsz jobb lenni talán, mint a köszönöm, hát ezt, németül beszélünk, hát is németül beszél, anyukám is, hát németek vagyunk, vagy osztrákok vagyunk. Nem. Neked mindent meg kell tenni azért, hogy te sokkal jobb legyél, mint azok, akik ott vannak. Igen, csak azt is gondolom ebben a szituációban, hogy ö, amit mondtál a saját példádon keresztül vagy az életben bárhol ez igaz szerintem mindenre, hogy ez egy. Ö, szerintem ezt szívják úgy, hogy tehetség. Tehát ez egy embernek a tehetsége. Ez szerintem ez nem tanulható. Nem csak. A tehetség ez... az egy dolog, mert az a, az a szakmádban jön ki. Nem, te a ez másik az, nem. az, hogy megéld ezeket a dolgokat úgy, hogy van, igen, sírsz sokat otthon, mert nem fogod tudni, tehát úgy érzed, hogy nem fogod tudni megoldani. Igen, tele vagy kétséggel, hiszen neked nincs olyan alapod, mint magyar színésznek, aki azt mondja, hogy azt mondtam, hogy, 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 hogy képzeld el, és ehelyett azt mondta, hogy hát, hát el is tudod képzelni, mert van mire visszanyúj. Nem tudod, mert nem, nem annak születtél. Tehát, hogy megpróbálni a hendikebbből, a hátrányból előnykodni. De, de ez a tehetség. És a mentorok. Igen. A mentor. Na, oké. Okay. De, de továbbra is tartom azt, Béla, hogy, hogy és ezt picit szerintem másképpen látjuk, hogy ez, ez olyan, hogy ez a drive szerintem, ez nem tanulhat. Ezt nem tudják neked megtanítani. Ez vagy van benned, vagy ki tud tudnak segíteni mentorok, hogy ezt ki tud hozni magadból. De azt gondolom, hogy, 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 hogy ez az alázat, amit, az, amit, amit a sikeres embereknek mindegyiknek egy, egy, egy fokmérője, tehát alázat nélkül nem lehet odájutni a, 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 a pompába, a csillogásba. Aki oda egyszerre jutott, az valamit azért letett az asztalra. De és akkor itt van a lényeg, hogy ma mi az, ami jobban felértékelődik? Az, hogy te milyen sikert értél el, vagy milyen ember lettél mellette, milyen emberré váltál, és hol vannak azok a védőbástyák, hívjuk mentoroknak, akik ezen az úton segítettek, vagy óvtak, hogy ezt meg is tud tartani. Én elmondom neked, és ez megint nagyon kemény lesz, de hát ezt már megszokják tőlem lassan a nézők, hogy ez a bizonyos siker, mutatom, ahogy szokták Pesten mutatni, a siker mennyire fontos Magyarországon rólam soha senki nem feltételezi azt, hogy én sírtam egy-egy premier előtt, mert azt mondtam, hogy ez a teher, ez annyira nehéz, hogy hogy fogom tudni megoldani, és aztán rájöttem, hogy csak úgy tudod megoldani, hogyha legalább 20%-a jobb vagy, mint a legjobb. És, és erre törekedtem. Soha senki nem kérte számon azt, hogy mennyi olyan álmatlan éjszakája van valakinek, mielőtt az egész beáll a helyére. Vagy hogy mennyi, mennyi olyan Kétség van benned, hogy talán te vagy az utolsó. Te most már lassan ismersz engem, és mondtad is nekem, hogy, hogy te azért tele vagy néha ilyen sötét, felhős gondolatokkal. Igen, tele vagyok, mert azt szoktam meg, hogy nekem mindenben sokkal többet kell letenni az asztalra, és mégis itthon pedig azt mondták, hogy hát kiment, aztán ki tudja, mi pornófilmes volt, hogy mi valami milliomosodettel, vagy mi. Senkit nem érdekelt az, hanem azt, az, az a fajta siker érdekelte őket hogy amikor hét évet vártak a vadbugjukra, akkor én megjelentem egy hosszú földigérő fehér kanadai farkasbundába, és kiszálltam egy 745-ös BMW-ből. Ez az egyetlen, ami az embereknek úgy van bent, mint az aranybulla, érted? Tehát ez, ezt kell tudni. És semmi más, se a fájdalom, se az, hogy, hogy milyen kétségeid voltak, hogy mennyit, mennyivel többet kellett, hogy tudtál úgy megtanulni szepelni egy kétszeres oszkárdíjas embertől, hogy úgy nézzen ki a színpadon arra a, a 60 percre, hogy te azt tudod. Senki meg nem kérdezte, hogy, ez, hogy tud, úgy születtél, hogy steppe. persze, olyan cipőm volt, kapéciós cipőm volt, mert az a legjobb márka, így születtem. Menjenek már a Büdös-Francba, érted? Igen, de ez egy, ez egy oké, okay. ez egy most, hogy mi a magyar népbetegség, vagy mi nem, tudod, én ezt többször mondtam neked, hogy van benned egy ilyen... Hogy definiálod te magad itthon? A legismertebb? Ismeretlen. Oké. Okay. És amikor ezt mondod magadról, akkor én mindig mondom neked, hogy benned van egy ilyen. Benned van egy ilyen dafke, van benned egy ilyen, van benned egy, egy ilyen. Bizonyítási vágy, e, igen, dafke, érted? Igen, ezt? de ezt a szónak a Tehát jó. azt, ez hogy szeretném, up. ha tudnák, azt, hogy most is készen állok minden feladatra, és ne jöjjön oda hozzám senki a Lehel piacon, és azt mondja, maga mindig lemondja azt, amit amire fölkérik. Mondom, én még azt mondjam, egyszer vagy kétszer mondtam le valamit az életemben, amire fölkértek. De ha nem kérnek föl, én nekem olyan szakmám van, akit föl szoktak kérni, Igen. hanem akkor otthon főzíts ez, amit a piacon vásároltál abból. Igen, de a te szakmád ilyen téren szerintem egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz dolog. El is mondom, hogy miért. Mert a ti szakmátokban, vagy a te szakmádban látom azt a legtöbbször, amikor valakivel interjút készítenek, és a riporter, és innen is, hogy mi nem egy, ez nem egy riporteri, nem vagyok riporter, mi egy baráti beszélgetést veszünk, rögzítünk, hogy komoly színészek, kosudia színészek, nemzetszínészek, még az utolsó 10-20 évében nem játszik egyáltalán. És ugye ez a magyar, magyar színházi széna elég szűk, eléggé tagolt sajnos, eléggé szertágazó, és eléggé én azt látom, hogy Különböző irányokba haladnak, akkor azt szörnyű látni, hogy ünnepelt szárok, ünnepelt művészek az utolsó 10-20 években teljesen el vannak felejtve, vagy feledve. És ez egyébként rád nem mondható el, ezt ha címlapokon vagytok, vagy, benned, benned szerintem van egy olyan. Tehát nem, nem kérhető számon az, hogy te 50 évet külföldön voltál, ugye? Tehát jubileum 50 évet mert szerintem így is sokkal jobban emlékeznek rád, mint amennyire e, alapvetően az emberek emlékeznek egyáltalán valakire. Tehát mondok egy egyszerű példát. A legdrámaibb az az, a sportpszichológusokkal e, egy időben nagyon mindig érdekelt a pszichológia. A sportpszichológusok pedig egy külön műfaj. És például, ha ma kimennék az utcára, most száz embert megkérdeznék, nem nem tudnák az emberek elmondani, hogy most Párizsban, Párizsban ki volt olimpiai bajnok megkérdezem, hogy ki volt, ki volt Igen. az, az X olimpiai bajnok, aki most nyert. Már nem tudnák elmondani, hogy hogy hívták őket, vagy hívják őket. Érted? Tehát ez egy olyan csillámpor ez az egész, ez egy annyira könnyű dolog, és ebben én azt gondolom, a te életed egy nagyon jó példa, és amit mondtam, hogy ez a podcastet én azért szerettem volna veled elkezdeni, hogy az emberek abból a pozitív gondolkodásból, abból a pozitív életszemléletből, ami benned van, abból tanuljanak, abból inspirálódjanak, abból merítsenek. És ebben van fájdalom, lehet gög, lehet odamond, lehet, lehet rengeteg mindent ebből kihozni, de egy dolgot látni kell, és ez a világon mindenhol így van. A siker azért az fájdalmat okoz az embereknek. Az átlag ember azt mondja, rohadjon meg! Miért van az ernyének ilyen? Persze, hát miért volt ilyen autója? Érted, amit akarok mondani? Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amikkel nem kell foglalkozni, hanem olyan dolgokkal kell foglalkozni, olyan mentorokkal, olyan barátokkal, olyan olyan, olyan, olyan bástya falakkal, akik erődött, egy erődítményt képeznek a külvilág felé. A tévé felé, a média felé, amit mondtam neked, hogy ha azt mondjuk, hogy ez a szellem, lélek és óvjuk magunkat, és az edukáció a képzés, akkor például nekem ezért nem nézek 15 éve tévét, és nincs fizikailag tévét. Ezért nagyon csodálatosnak meg kell mondjam, és ez egyszerűen el, el akartam mondani, nem csak privát, <laughs> hanem így is. Ez egy csodás dolog. Az előbb mondtam egy szót, hogy mentor. A te életedben most túl a sporton volt olyan mentor, aki, hogyha most visszagondolsz, akkor az utolsó húsz évet úgy határozta meg, hogy azért léptél meg valamit, és azért váltál azzá, akár emberként, akár szakemberként, mert ez a mentor befolyásolt téged? Na, az én életemben volt egy csomó. Volt, volt, volt. volt és volt. ki? Hát, jó, jó, oké, nem névvel. Sok, sok, sok van, Csak aki, az van, aki sajnos már nem él közülük. Nekem az életemben az volt mindig egy nagyon-nagyon nagyon áldásos állapot, hogy nekem mindig idősebb barát, tehát idősebb felfele, én felfele próbáltam mindig húzni saját magamat ilyen nagy bölények által, és ez, ahogy kezdtem, ez igaz volt a, a gyerekkoromra, tehát egy 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 atya személyében, nekem az egyik legjobb barátom, aki sajnos már nem élő, egy, ő, egy, ő egy pap volt, aki nekem az egyik legtöbbet adta az életemben, 20 éves koromban, mikor amerikai mentorokkal, olyan, olyan két amerikai üzletemberrel volt szerencsém együtt dolgozni, találkozni, akik, akik alapjában megreformálták a gondolkodásmódomat. És sok, 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 azt mondom, hogy volt egy 8-10 olyan ember, aki, aki, és van közülük, Ma is jó néhány, ilyen vagy az egyik te is, akik nekem, nekem kellő kritikával, kellő tapasztalattal mindig, mindig, egy, mindig egy ösvényeket mutattak, de nem taposták ki. Hmm, ez Tehát azt mondták, hogy arra, arra lehet menni, de nem arra kell, hanem arra lehet, ha gondolod, ha neked ez tetszik, Igen, ha, Igen, neked Igen, ez, Igen, ha, ne, ha neked ez jó. És ott, ott az emberem múlik, hogy van-e alázata, egója, makacsága, ez mind-mind ezek bennem vannak, de én abban talán elég jó vagyok, és talán ezt meg tudod erősíteni, hogy jó néhány vélemény volt, vagy tanács, amiben, vagy helyzet, amiben kikértem a véleményedet. És volt olyan, amikor emlékszem, kikértem a véleményed, délelőtt mondtam, hogy nem, értem, minden tiszteletem a tiéd, Béla, de a kurva életben most másképpen fog cselekedni, és eltelt egy nap, és felhívtalak, és mondtam, hogy tök jó, hogy aludtam rá egyet, mert igazad volt. És talán ez egy, ez, egy, ez egy jó tulajdonságom, hogy kellően, kellően, kellően az alázatom ebben mindig megvolt. Tehát, hogy előbb-utóbb én mindig belátom azt, hogy és tudok bocsánatot kérni. Erre egyébként, egyébként erre nekem a szüleim tanítottak meg, de ha mentorokról beszélünk, a család, tehát az az örökbástja. Ez is nagyon fontos. De az előbb mondtál megint egy szót, amit szeretnék tovább építeni, az egóról beszéltél. Mennyire vagy és aztán később elmagyarázom, hogy miért kérdezem ezt. Mennyire vagy egoista? Szerintem kellően. Ez a jó válasz. Szerintem kellően. Más választ vártam. Igen? De ez nagyon jó. Megmondom neked, miért. Mert az egoizmus az egy olyan művészet, amit nagyon kevesen tudnak stílusosan kezelni. Erről van, van egy, egy József... nagyon jó könyv. Ez, az. pontosan. Egy József Kirchner nevű osztrák bestseller író van, aki megírta azt, hogy az egoizmus művészete, művészete nem tudom, hogy magyarul megjelent, meg. de én, némete, igen? igen. németül olvastam, ami arról szól, hogy a fene egye meg, hát ki szeressen téged hosszú távon, hogyha te azt nem teszed. Hogyha te állandóan azt mondod, hogy én egy senki vagyok, és én sose fogok elérni semmit, és nem, nekem nem fontos az, az, hogy velem mi történik, hanem a környezetemben Van ilyen sok ilyen áll önfeláldozó ember, akiket halálosan utálok, mert hogy nincs igazuk, kettő meg bajt tesznek magukkal is, és a környezetükkel is. És azt írja ebben a könyvben a Kirchner, hogy a legeslegfontosabb az, hogy szétválaszd a lárpurlár egoizmust, csak úgy, hogy, hogy, majd törtetek, meg aztán több, mindenkit leszorok, és aztán én vagyok a legjobb, és kivenni az egészből megint eszenciálisan azt, ami neked fontos ahhoz, hogy fejlődj. És hogyha ezt ki tudod venni, akkor rengeteget nyersz a saját életedben azáltal, hogy a szó sajnos pejoratív, érted? Tehát maga az, de... hogy egoizmus, de ezért örülök, hogy így válaszoltál, mert valamilyen fajta egészséges, vagy talán még egészségtelen egoizmus is tovább visz, mint a nihil. Igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye itthon azt szoktam mondani, hogy ha valamibe tudom, hogy a legjobb vagyok. Azért ne kéne elnézést kérek, és nem is fogok. Igen, igen de, ez nagyon jó mondat. De van egy fontos dolog, hogy mikor kérdezték, hogy Ádám honnan merítesz inspirációt ö, itthonról, és akkor mondtam, hogy itthon senkitől. Tehát, mert, mert tudom, hogy a, az, abban a szakmában, amit képviselek, abban a legjobb vagyok. Itthon, de külföldön kilépek, akkor el tudom magam helyezni hirtelen ebből, ez lesz, és látod azokat a nagyokat, akiktől rengeteget tanulok. De az egy álszent dolog lenne, ha azt mondanám, hogy itthon három-négy fél hülyének adok a véleményére. Bocsánat, ezt nem tudom másképpen mondani. Igen, ezt ez szoktam mondani, hogy az itthon az a szubjektív, és a, az, a világ az, az, az objektív. Az objektív. Így van, így van. És tudod, a, senki nem lehet profét a, a saját hazájában. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, amikor a itt van ez a saru példa, ugye? Nálam Igen. az ikonikus, ikonikus, a saru. Kiteszek egy posztot, nyilván nők imádják, kommentek, és akkor három-négy félbolond, egy-két ilyen sufniban fércelő biszpokszabóságnak hazudott félbolond irogat össze-vissza hülyeségeket, és mert szétvágja őket az ideg, hogy mikor a Pitti Uomon ott vagyok, akkor én vagyok a spanyol GQ-nak a nyitóképén, nem ő. Érted, amit akarok ez. mondani? És ezt itthon, ha elmondod, ú, te nagyképű, te arógás. én értem, tehát Ért, értem, de az egy objektív dolog, ez meg egy szubjektív dolog, amit te gondolsz. De ugrani kell, komik, mint a nyúl. Igen, és, ezeket és, a én, és, én, és én azt gondolom, hogy hogy rengeteg, rengeteg olyan beszélgetésünk ö, ö, volt meg van, amiben, amiben én azt látom, hogy az önszeretet az egyszerűen elengedhetetlen az, hogy az ember egy teljes életet tudjon élni. Az így van. De menjünk egy, egy lépéssel tovább az, az utolsó mert még ebbe a csomagban azért van egy, egy, egy másik téma is. Mennyire fontos neked például az, hogy elmélyedj egy magadban, hogy bizonyos dolgokat magad, jó, az Iker könnyebben tudja ezt magával megbeszélni, mert vitatkozik, és aztán végül is ő, ő, <laughs> ő győz. Igen, hogy meditálni szoktál, vagy, vagy azt érzed, hogy ez egy, egy, egy úri huncutság, amire nincsen szükség, vagy hogy alszol el például. És hogyha elmondod, akkor én elmondom, hogy én hogy szoktam. Na, akkor ez egy ilyen jó izgalmas záró akkor legyen. Ö... Minden, amit mondok, az úgy igaz, hogy nem száz igaz, mert ez nem létezik. Próbálok törekedni az én általam gondolt tökéletes dolgokra. Inkább Mondok négy-öt sikerreceptet, ami nekem az életbe bevált. Én 15 éve vegetáriánus vagyok, 15 éve nincsen tévém, tehát fizikailag nincs tévé a lakásaimban. Szinte minden nap olvasok, minimum 30 percet az elmúlt 15 évben. A családommal vasárnapi ebéden együtt vagyunk, és uh, talán amit kevesen gondolnak róla, hogy én minden este imádkozom. És engem ezek tartanak keretek között, illetve a meditációt hívhatjuk, uh, hívhatjuk imának, hívhatjuk a magunkkal való beszélgetésnek, és... Uh, ha ezt az ötös fogatot így összeadom, akkor próbálok arra törekedni, hogy, hogy az én általam vetett hitrendszer szerint minden reggel abba a tükörbe bele tudjak nézni, és minden este, mikor lefekszem. És már rájöttem arra, 40 évesen, ilyen rutinos rókaként, hogy tényleg lesz szarom, hogy ki mit gondol. Őszintén. Igen. Őszintén mindig azt szoktam mondani, hogy egy ember, egy emberi felelős az a saját életemért, aki a saját csekkeimet befizeti. Igen. Az pedig én vagyok. Ez így van, Pontos. És Pontos. Az, tehát, hogy valahogy, 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 ez a körforgás, amit, amit, így próbálok felépíteni, gondolkoz, tehát és a sport, bocsánat. Tehát én hiszek abba, hogy min, a mindennapi sport mindegy az mi. Ez lehet joga, konditerem, futás, kerékpár, vívás, teljesen mindegy. Nem létezik, nem létezik épp lélek, épp test nélkül. Erre te vagy egyébként a legjobb példa, és kommentben milliószor már megkaptuk, hogy Ernie Béla mondja el a fiatalság titkát, de ez egy következő adásnak a téma, ezt most nem lőheted el. E, úgyhogy nekem nagyjából ennyi, ebbe bélyebben egyszer majd belemehetünk, mert lehet, Jó. hogy érdekli a Jó. nézőket, hallgatókat, de mondd el, légy a te... A te, a te sikerreceptédet itt szumában, de mondjuk a meditációra. Hát a, az első a, a a te 15 éve nem húsevésed, amit én nagyon csodálok, én 6 évig próbálkoztam tényleg? Én húsnél, ezt nem is tudtam. Igen, 6 évig voltam vegetáriánus, és aztán vidékre, Balatonfelvidékre költöztünk, és akkor ott jöttek emberek, hogy tessék meg kóstolni, és akkor ne, ne, ne szégyenítsen meg, és ne... Meg, Engedtél mondták, a a, mondták a kolbászra, hogy az nem nem, nem hús, nem húsa, hanem kolbász. És akkor én így egyszerűen visszaszoktam. Aha. De a másik oldalon pedig azt értem, tehát ha valaki 15 évig ő vegetáriánus, akkor a mai zöldségárakat nézve nem is tud egy jobb televíziót megengedni magának. Tehát itt is van összefüggés. De amit amit nagyon bírok benned, és csodálom, és ezt már néha mondtam, már pedzegettem, hogy Pontosan azt mondják mindig, hogy aki nem eszik állati fehérjét, és nem eszik nem tudom micsodát, az biztos, hogy ilyen kokkattam megy, és meg se tudja mozzítani lábát. Na most én azt kell mondjam, hogy én ott voltam, ott voltam Ausztriában most, amikor te lefutottad azt a borzalmat, ahol nem tudom, 38 fok volt tényleg végig, és az emberek nagy része kiesett, és feladta, és te teljesítetted a távokat, és én olyan büszke voltam rád a Dorival együtt, hogy ott álltunk, és néztük, és látunk, hogy bravo. Na most visszatérve a másikra, elkezdtem meditálni, mert azt hittem, hogy az az nagyon sokat fog nekem segíteni. Kiderült egy bizonyos idő után, hogy se a joga, se a meditáció ebben a formájában nem hoz nekem semmit, viszont nagyon sokat adott, hogy megtanultam kint akkor, amikor ezek a furcsa kételjeim voltak, még az elején Ausztriában, amikor még nem voltam ennyire magabiztos a németben a, a beilleszkedésben, hogy a legfontosabb az, hogy te úgy tudj elaludni, mert az ad neked egy... Én nagyon korán fekszem, ha nincs előadásom, nem vagyok egy, egy, egy duhai típus, és nagyszerűen alszom 8-8 és fél órát mindig, hogy úgy tudsz aludni és igazi energiát nyerni, ha egy bizonyos autogén tréninggel ezt te magadban létrehozod. Érdekes módon mai napig, ezt minden nap csinálom, minden elalvás előtt, mai napig németül mondom, érdekes mondom. Igen, most. ezt mesélt, hogy ez németül mondod. itt tanultam, meg lehet, hogy ez borzasztó sznobnak hangzik, de tényleg így van. És ez a bizonyos nagyanyám által mindig kapott három kis kereszt, most már, hogy ő nincs. Én meg kell mondjam, hogy minden este elhelyezem a homlokomon. És, és ez, 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 adja a biztonságot, ez adja a nyugalmat, meg hát hülyeség lenne tagadni. Az anyagi biztonsága az én szakmámnak az 50 nyugaton eltöltött év, és ez még nincs feladva, mert hát hiszen ingázunk, ez ad egy olyan fajta nyugalmat, amit már többször mondtam, hogy a, a pénz az semmi másra nem kell. Én, mint színész, azt szoktam mondani, hogy mit tud az ember lopni? Hát ugye lopás van, az, pudert. ahol él mindenki. Púdert. Igen, hát még házat sem <laughs> lehet építeni, tehát akkor inkább ne is lopjuk el. Akkor viszont meg mi van? Egyszerűen az van, hogy van egy bizonyos picivel többed mint egy átlag magyar színésznek, az a bizonyos picivel több, az pedig azt a Nyugodan. mosolyt varázsolja az arcodra, hogy amikor pont tegnap felhívtak, és akkor mondták, hogy és szeretnénk, hogyha ebben az, és ha elsoroltak olyan neveket, ami szerintük valami úr elképesztően fontos személyek, és nekem abban nagyon nagy boldogság kell legyen, hogy részt veszek. És mondtam, hogy nagyon-nagyon kedves, hogy ezt elsorolta, hadd mondjam, van egy rossz hírem, nem, nem, hogy nem érek rá, mert ráérek. Nem, nem szeretném, hogy benne legyek. És akkor volt egy ilyen nagy koronás szünet. És akkor, jó, hát akkor megértjük. Hát, és akkor pontosan tudtam, hogy ott van még előtte egy... Ezért van rajta még 40 név, és az leteszi a hülye ernye, és már mennek is tovább. Hát ilyen vagyok, de nagyon örülök, hogy ezt, ezt a részét most kibontottuk, mert a, a sok divat, stílus, stb. után ez, ez egy nagyon, nekem nagyon fontos rész volt. Örülök. Bízunk benne, hogy a többieknek is tetszik, nézőknek, hallgatóknak, de nem akarok ennyire televízióba átmenni, mert semmi közöm a televíziózáshoz. Jó volt veled beszélgetni, és tényleg azt érzem, hogy ha minden alkalommal pár embernek tudunk valami újat mutatni, akkor azt gondolom, ezt, ezt már tényleg megérte létrehozni, és... Én nagyon kíváncsi leszek, és én magam, azt most én kérem tőled, hogy legyen egyszer egy olyan rész, amikor Ernyei Béla elmondja a hosszú, egészséges életnek a rutinjait, mert az én egy-kettőről tudok, és én ezt nagyon szeretném tőled meghallani, mert azt gondolom, sok embernek tudnál utat mutatni. Tehát az, hogy valaki 82 évesen így néz ki, ilyen fit, szellemileg, fizikailag így néz ki, ne tartsa magába a titkot, és én azért tudok egy-két dolgot, úgyhogy kérlek szépen, erről beszélgessünk még egyszer, jó? Nagyon szívesen. Szevasztok! Hát akkor jó napot!